Vendégem dr. Tarkó Mihály, endokrinológus, a diabetológia és több más ehhez szorosan kapcsolódó orvosi szakterületben járt belgyógyász főorvos. Remélem, főorvos úr megengedhet, hogy tegeződjünk, így nyilvánosan is. És mi másról beszéltünk a következő percekben, mint a pajzsmirigy is a cukorbetegségekről. Előre bocsátom, legyél léces velem kíméletes, mert már magam is egy 70-en felüli gyakorló hipohonder vagyok, bármiről is beszélünk, vagy mondasz, rögtön felfedezem magamon ezeknek a betegségek a tüneteit. Úgyhogy most ez nem egy tudományos konferencia, ahogy mondják a nép egyszerű fiaként és még nagyszerűbb lányaként, laikusként fogalmazom a kérdéseimet. Talán kezdeném az elsővel, a koronavírus tünetei. Most néztem meg, az álmosságtól a székrekedésig, a fáradtság, a izületi fájdalmakig megegyeznek a pajzsmirigy betegség szimptomáiban. Különösen például a gombóc érzet a torokban, ez ugyanúgy előadódik, ugye ennél a szörnyű vírusos betegségnél. Segíts nekünk el igazodni. Nos, hát akkor, ezek a tünetek megegyeznek. Ez egy érdekes kérdés. Kezdeném talán ott, hogy a diagnózis az az orvos feladata, és nem a betegé. A fát az erdőből közelítsük meg. A betegség zömének nagyon hasonló általános tünetei vannak. Majdnem azt lehet mondani, hogy minden betegség mindennel összefügg. A tünetekből kiindulva talán úgy sémásan meg sem lehet közelíteni a problémát, a betegséget, és konkrétan a koronavírusról van szó, azért mégis, hogy ismerjük fel a koronavírus betegséget, kérlek szépen, akármilyen tünete is lehet, tulajdonképpen nem egyetlen egy adatból, nem egyetlen egy elemből áll össze a diagnózis, hanem az egész klinikum és a vizsgálatok eredményei egy rakáson értékelendők a helyes diagnózishoz. A pajzsmirigy és a diabétesz tünetei pedig egymással is erősen elkülönülnek, megkülönböztethetők. Ez szakmailag nem probléma, nem lehet probléma. Tehát tulajdonképpen az általános tünetekre nem lehet adni szinte semmit sem. Bocsánat, de most jelen pillanatban én úgy tudom, hogyha orvosi problémáim adódnak, úgy érzem, hogy nem valami gondom van, akkor nem mehetek be oda most hozzád, bár te vagy az egyetlen talán az orvosok közül, akit bármikor fel lehet hívni telefonon is. De bejelentés nélkül be lehet menni a rendelődbe? Most is? Teljes a biztonság, nincs itt probléma, nincs itt zárlat, igazi zárlat nincs. A betegség súlyának megfelelően a beteget figyeli az egészségügy, én magam is, és mindannyian is, és a súlyos beteg az minden gáton át be fog kerülni hozzá. Ha be akarsz hozzám jönni, megmondod, itt a telefonomat ismered, a betegek tömege is, mert nagyon sok beteg ismeri a telefonomat, kérdez, és én válaszolok. Ha kell, akkor pedig nincs az az őrség, amin keresztül ne tudnánk fogadni. A beteget el kell tudni látni, és el tudjuk látni mindenkor. A biztonságérzés az egy ilyen mondva csinált valami, és általában az emberek egymás között terjesztik azt, hogy megközelítetlen az egészségügy. Az érdemi egészségügy és az érdemi egészségügyi probléma az mindenkor és mindenhol megközelíthető. A tápkonzultáció alapján te fel tudod ismerni, mondjuk, hogy valaki telefonál, hogy... Persze. Nézd, most konkrétan Szántó István és Tarkó Mihály beszélgettünk egymással, és ezt te is tudod, tudják a betegek is, több ezer beteg tudja az én telefonomat, felhív, válaszolok rá. Ez a dolgunk most, ez a leghatékonyabb része a mi munkánknak,
mert azért eléggé izoláltak most az embercsoportok és a betegcsoportok is. Erre mi fel is készültünk. Van nekünk most a telefonunk, amin most mi beszélgetünk, ezt a technikát is erre a célra fejlesztettem, én ki nagy kinkeservesen vénfejjel kénytelen voltam megtanulni. Én tudom, látom a beteget, ismerem a beteget, mert már öreg vagyok, általában a betegek is öregek. Egy kicsikét, hogy kevésbé, te még nem vagy, te nem rád gondoltam, mert elmosolyogtam magad, mert 70 éves ember nem öreg ember. Kérj szépen, ismerik, felhív. Tudom, kiről van szó. Mindig tudom, kiről van szó. Ha nem tudom, hogy kiről van szó, kettőt szól, már is tudom, hogy miről van szó. Hogyha nem ismerném a beszélgetést, akkor is érdemleges és korrekt tanácsokat tudnék adni. Érdemes, és ezt... Most én is megkezdeném mutatni itt a pajzsmirigyemet így videón keresztül, akkor mi a véleményed róla, hogy most nőtt, nem nőtt? Igen, hát most egyelőre, hogy őszintén legyek, a fejedet jobban látom, úgy az egészet. A pajzsmirigyet azt nagyon nehezen látom, hogyha lehúzod egy kicsit a melegítőt felső részét, akkor talán, de akkor se tudok mondani semmit sem. De ismerlek, mint a tenyeremet. Tudod, ez a dolog lényege. Ez a dolog lényege. Leragadtál egy kicsit a pajzsmirigynél valamilyen okból kifolyólag, mert azért nem a pajzsmirigy körül forog a világ. Kér szépen, a pajzsmirigynek az egészen, mert még van egy taktikai célunk, és van egy stratégiai célunk. A stratégiai célunknak annak kell lenni, hogy itt a koronavírus járványjal kapcsolatos dolgokat tisztázunk annyira, hogy ezt az elképesztő, szélsőséges képzelgésen találgatás, baborától kezdve minden közszemléltet, valahogy ebben a sötétségben valami kis világosságot teremtünk. Nagy szerencsére az utóbbi időben azért mégiscsak tisztul a kép, és jobban irányítható a lakosság, mert most nagyon fontos, hogy a lakosság egy helyre figyeljen, ne ezer felje, és figyeljen oda azokra a fórumokra, aminek hitele van, egyáltalán szakmai hitele van. Ránk kell figyelnie, ez a dolog lényege, amit mi mondunk, az a dolog lényege, amit mi mondunk. Ahhoz kell tartani, én magam is ahhoz tartom magam, nyilvánvaló nem vagyok szakember a Covid járványban, hiszen én az egyes orvos vagyok, és velem szemben az egyes beteg áll, és ez az én mesterségem, ehhez értek. Nem értek a járványügyhöz, nem is szólok bele. Talán egymás között beszélgetjük meg, de közpéldára nem terítjük ki a képzelgéseinket és az elgondolásunkat, mint ahogy itt most például Facebookon is teszik nagyon sokan, hogy hintik a idét világnak felelőtlenül az erkölcsi felelősség szikrája nélkül is. Most ugye azt halljuk, hogy a vírus elsősorban a tüdőt támadja meg. Nekem meg volt egy ilyen furcsa gondolatom, hogy a pajzs az nem véletlenül pajzsmirigy, tehát esetleg van védelmi funkciót tölt be az ember szervezetében. A pajzsmirigy nincs kitéve semmilyen vírusos támadásnak? Kérlek szépen, a vírusos támadásnak és mindenféle kórokozó átalakozó támadásnak minden szerv ki van téve. Maga a vírus, hát az szereti a tüdőt, szereti a májat, szereti a nyirokcsavókat. A pajzsmirigyen sokat nem változtat, ez szakmai kérdés, konkrétan szakmai kérdés, és mindenképpen az egyéni véleményem, mert kell, hogy kifejtjem, a pajzsmirigynek a jeges eső sem áll. A pajzsmirigy az olyan érdekes szerv, hogy az magától romlik el, ha elromlik, és akár még azt is mondhatnám, magától is meg tud gyógyulni. Hát azt azért nem mondhatom, mert ha valami elindult. A pajzsmirigyhez nem sok köze van az egésznek. Éppen úgy, még talán inkább azt mondhatnám, hogyha a betegnek bármiféle betegsége van, nem pajzsmirigy, akármiféle betegsége van, akkor lényeges tényező, hogy egyre jobban hangsúlyozunk a
vakcinációt, mert ez az egyetlen egy lehetőségünk arra, hogy minél hamarabb kimászunk ebből a csávából, amiben benne vagy. Mi a hasonlóság, mert mondom, megint mint laikus kérdezem, van néhány mirigyünk, többek között a prostatamirigy, meg még hányféle mirigyünk van a Jóisten teremtményei közül, ezek közül mennyi van még akkor, amit így ismerünk, a prostata, amit egyébként már csak úgy 50-en felül jut eszünkbe, hogy van, addig azt se tudjuk, hogy hol van az emberek többsége. Hányfajta mirigyünk van a szervezetben? Ez érdekes kérdés, mert hiszen az, hogy konkrétan endokrin, hát a mirigyek azok általában és többnyire endokrin mirigyek, hát azon kívül természetesen a mirigyrendszer, nem tudom, még azt sem mondhatom, hogy többnyire. A mirigyrendszer az egy érdekes rendszer, az verejtékmirigytől kezdve a prostatáig, de a prostata egy érdekes dolog, mert az ilyen mirigy is, meg olyan mirigy is. Sok mirigyünk, sokféle mirigyünk van. Mire gondolsz konkrétan, mire gondolsz? Nem a hónajmirigy együttesre gondoltam. Nem a hónajmirigy együttesre. Igen, nem a hónajmirigy. Igen, az irigy hónajmirigy. Nem arra gondoltál. Nem érinti, ez a legkevesebb probléma, a legkisebb probléma. Ebben a járványban mégis az ugye kell, hogy kiukadjunk, mert én alapjában véve a mondani valómat és a üzenetemnek a lényegének ezt tartottam, és erre készültem úgy fel. Nem érinti lényegesen a mirigyrendszert ez a járvány. Nem érinti, nem kell vele számolni, nem ez a fő tényező. Mint ahogy mondtad is, a tüdőt támadja. Igen, hát a tüdőt is támadja. Meg számos más, mint ahogy nem csak a tüdőn, hogy szövünk még ez számos más. Az nem sorolom fel, mert mint ahogy mondtad, hipohondrák vagyunk. Egy kicsit mindenki az, nem is neveznénk az hipohondriának, egy óvatosságnak és odafigyelésnek az még nem hipohondria. A hipohondria az egy kóros jelenségnek tekinteti, ami meglehetősen terhes. Kér szépen, az a helyzet, hogy ott hol is tartottunk, hogy konkrétan miből is indultunk volna? Segítek neked most egyébként a következő. Ugye naponta megnézzük a Müller Cecília asszony jelentéseit. És általában, amikor mielőtt részvételt kívánna az elhunytak hozzátartozóinak, azért mindig hozzáteszi, hogy ennyi meg ennyi elhunyt volt, és ezek közül ennyien meg ennyien valamilyen egyéb úgynevezett krónikus betegségbe szenvedtek. Igen. A krónikus betegségek közé mi érthető, tehát a pajzsmirigy betegségek, tehát szenvedők is ki vannak téve ennek az immunhiányos betegségeknek, meg gondolom a cukorbetegek is, mert közéjük sem vonható. Igen, hát a cukorbetegséget még jobban, a pajzsmirigy betegséget kevésbé, mert a pajzsmirigy betegség közül szinte egyetlen egy sincs, ami differens lenne a COVID-járvány tekintetében. A cukorbetegre jobban mondja, szóval a krónikus betegség az, ami régóta fennáll, és várhatóan az élet végéig fenn fog állni valamilyen formában, valamilyen mértékben. De nem azt jelenti, hogy most minden krónikus beteg ki van téve a COVID halálnak. Tehát Müller Cecília szokta mondogatni a dolgokat, hozzá kell fűznem, hogy amit ő mond, arra kell figyelnünk, akármennyire is kicsopták, csúfolni, gúnyolni, vicctárgya, mindenki vicctárgya, aki a közéletbe valahogy belekeveredik, kénytelen belekeveredni, vagy teszi azt erkölcsi kötelességből kérlek szépen, de arra kell figyelni, amit ők mondanak. Ő mondja most azt, amit ott fenn azért mégiscsak a legszélesebb körű és legbölcsebb tanács
végül is megfogalmaz, mint szakmai teendőt nekünk, mert nekünk is szól az, amit ő mond, az nem csak nektek, a betegnek szól, nekünk is szól. És arra kell figyelni, azt mondtam, hogy arra figyeljünk, amire figyelünk kell. A hiteles fórumokat figyeljük, ne válogassunk magunknak tetszőlegesen különféle idealizált, elképzelt, képzelgős csoportosulás, elképesztő, hogy milyen káosz uralkodott, különösen a járvány első időszakában. Nagyon nagy káosz volt, hogy még engem is megzavart, pedig egy rónai természeti népelem agyát nem nagyon szokta megzavarni a munkat, ilyen dolog. Mit ajánlsz a pacientúrának, tehát a te betegeinek, mit ajánlsz most ebben a járványos időszakban? Azon kívül, hogy hordják a maszkot. Arancsillagpogárkor, nagyon jó a kérdés. Nekik azt ajánlom, mert ők csak ahhoz értenek, hogy hordják a maszkot. Egy, tartsák egymástól távol magukat, mert nagyon sok a beteg. Az utcán járó beteg is elég sok. Azt azért ismét vissza... térek ahhoz, hogy az emberek ne képzelkedjenek, nehogy azt higgyék, hogy most itt vírus tömegben, tömeg hömpölyög az vele szembe az utcán. Azért egy-két kis ilyen kószavírusok, azok úgy különösebben nem számítanak, egy immunológiailag általános képességű, felkészültségű szervezet, ezeket az enyhefertőzéseket simán kivédi, de nem védi ki a zsúfolt villamosokon a képünkbe köhögő masszív fertőzéseket. Az emberek tartsák magukat, igenis tartsák magukat távolra egymástól, akár még az utcán is. Az különösebben nem számít. Talán az fölöslegesnek tartom, hogy utcai viseletre is a maszkot használjuk, ha valakinek olyan terhes, és meg akar fulladni anélkül a maszkot, akkor a bugaci puszta közepén járkál, akkor nem feltétlenül kell. Szóval a tömött járműveken mindenképpen, közjárműveket mindenképpen, közösségben mindenképpen, a közösségeket természetesen kerülni érdemes, nem lételem bulizni, kocsmázni, ünnepelgetni, nem nélkülözhetetlen. Az anélkül meg vagyunk. Legalább ebben az átmeneti időszakban meg vagyunk, mert ez még mindig átmeneti időszak, én magam sem látom sem az elejét, sem a végét. Ugyanis az a helyzet, hogy az nem egy évvel ezelőtt kezdődött, nagy valószínűséggel jóval előbb. Hogyha ilyen élénk volt a nemzetközi reakció, akkor annak már alapja volt. Lehet, hogy már az előtt egy évvel megkezdődött az egész. Maga a vírus természetesen valamilyen formában évszázadait van közöttünk, mutált, módosult formáival együtt. Csak most jött valami, amire egy éve nagyon odafigyelünk, jól tesszük, hogy odafigyelünk rá, hisz itten ez közelkölcsi kérdés is. Nem látom a végén sem. Hogy meddig? Oda kell figyelni, ne haragudjatok, hogyha úgy nézek ki, mint hogyha én olyan közösséges közéleti személy lennék, és ide-oda húzok, nem húzok sehová sem. Müller Ceciliáról kell figyelni, kész. Ő az, aki mondja. Van ott sok, aki mondhatná, de ő mondja. És ő nem mondhat akármit. Az, hogy ő néha plagizál, az, hogy néha-néha spontán mond valamit, hát olyat mindannyian mondunk. Szoktunk mondani, de az nem azt jelenti, hogy nem, hogy hitelét veszíti egy ember. Ott figyeljünk oda rá, legyünk, és akkor visszatérünk a kérdésedre. A népszerűséggel együtt jár egyébként a humor, hogy egy kicsit mondjam. Hát a népszerűségével együtt jár egyébként, hogy időnként itt karakírozzák, meg persze, te tűnnek is, vele. Ez is. Dolog. Őrvos úr, én nem vagyok nagyon nagy híve az ilyen világméretű nagy összeesküvéseknek. De az, hogy most jött elő, és majdnem, hogy mondjam, egy ilyen világháborúra emlékeztető
helyzet alakult ki itt a teljes glóbuszon, és csak lehet valami alapja, amit sokan rebesgetnek, hogy ez az egész vírus valahogy most egy ilyen tervezett, tehát meg volt tervezve valonnan, egy valamilyen katonai laboratóriumból kerülhetett ki, vagy szándékosan, vagy véletlenül ez a fajta vírus, amire nem voltunk felkészülve. Igen, tudod, az a helyzet, hogy erre egyértelmű és rövid választ kell adnom. Nyilvánvaló ebben az én véleményem van, ami természetesen komoly szakmai háttér alapoz meg, nincs ilyen. Nincs ilyen. Ez is a képzelgéseknek egy része. Népírtás, akkor háttér, hatalom, meg ehhez hasonlók. Ami a vírus kísérletes a kórokhoz, hát a biológiai fegyvereket azokat már régóta gyártják, azt mindenki tudja, és az a biológiai fegyver nagyon hatékony tud lenni a harcban, de a népesség ellen nem. Az egy csacsiság, az agyrém, hogy ilyen is van, hogy népírtás, hogy ennyi százaléknak el kell pusztulni a jelzem. Ez szüli az egyszerű vagy a kóros elme. Ilyen nincsen. Van a vírusokat vírusokkal, baktériumokkal, mint biológiai fegyverrel, régóta, mióta ismerik a kórokozókat, kísérletezgetnek. Nem lehet előállítani olyan kórokozót, amivel tetszőlegesen ki tudjuk írtani a népességnek valahány százalékát. Erre nem is törekszik. Ez a képtelenség. Az ember ilyen nagy bűnt maga ellen nem tud elkövetni. Képtelen rá. Értelmére képtelen rá. Kérlek szépen, adottságai nem olyanok. Hát ez... A rémhírkeltésnek az egyik lényeges alapja volt pontosan az, hogy csinált vírusról van szó. Fogadjuk el ezt olyannak, mondjuk, én 100 járvány csináltam végig az első vonalban, és valóban ilyen fajta, ilyen viselkedésű, ilyen lefolyású járványal még nem találkoztam, érdekesnek találom. De hát az nem azt jelenti, hogy nincs, ott volt például a spanyolnál, ha biztos, hát hírből is. Pontosan. Olyan majdnem azt lehet mondani, hogy természetében, viselkedésében, kihatásában, következményeiben nagyon is hasonlít hozzá. Vannak ilyen járványok, olyan. Nem is olyan sok ember pusztult bele a spanyol nárhába, de nézzük a középkorban, Pest is, közönséges kórokozó okozza, amit ma úgy pusztítunk el, hogy szinte nem is létezik a kórokozó, mint kórokozó. Kér szépen, a lakosság negyed részét kiirtotta. De a pestiségnél mondjuk a patkányok voltak a fő hordozók, a vírus hordozók. Azok a patkányok voltak, hát tulajdonképpen a patkányok voltak a vírus hordozók. Ők is elkapták. Mert mi vagyunk? De a patka egyébként az nem vírusbetegség volt. Igen, hanem? A hímű, egy baktérium. Te milyen részt vállaltál idáig ebből a vírus ellenes küzdelemből? Hát a korodnál fogva nem betettek be a frontvonalba, de... Milyen korlátozásokat kellett neked elviselned a praxisodban? Kérlek szépen, a helyzet az, hogy ami a intézményes korlátozást illeti, az számomra nem volt különösebben teher. Vállaltam azt, amit tudtam, mint hogy egész életemben is vállaltam a közérdekből azt, amit vállalnom kellett, és szívesen tettem azt. Mindig is engedtek azon a területen tevékenykedni, ahol hiány volt. Általában mindannyian olyanok vagyunk, ott vagyunk a legfontosabb, ahol hiány van. Én mentem oda, ahová mondták, nem rendeltem a Covid osztályra, nem is volt rá szükségem, kell oda rendelni más, és kell oda rendelni más. Ez egy másik olyan kirendelésnek, és megvannak az erkölcsi és a szakmai szabályai. Tettem a dolgom,
Úgy, mint ahogy. Azelőtt talán a múlt év márciusában volt az a rendelkezés, melynek értelmében a 65 éven felüli orvosoknak fel kellett függeszteni a foglalkozását. Hát ez nem mehetett sokáig, mert már májusban vissza is álljották, mert akkor nem azt mondom, hogy összeomlik az egészségügy. Az egészségügy nem omlik össze, semmilyen körülmények között sem omlik össze, az egy legfeljebb ellátási színvonalban jelentős csökkenés van, hogyha 65 év feletti korosztályt veszük. Minden korosztálynak szükség van, minden korosztályra szükség van az élet minden területén. De... és nem is szükség van, és örülök neki, hogy segíthetünk, örülök neki, hogy hatékonyan részt tudunk venni ebben a munkában, ami nem kis munka, hanem nem kis munka, kívülről olyannak látszik, de ez nem kis munka. Ez állandó odafigyelés jelent éjjel-nappal mindannyiunk számára. Lelki megterhelést is jelent mindannyiunk számára. Nem csak a egészségügyi vonatkozások, hanem a egészségügyi vonatkozásokhoz kapcsolódó gazdasági következmények, mert a gazdasági következmények azok nagyon fontosak. És ezek az egész járványnak a komplex jellegét pontosan ez adja, hogy a járványügyi szakembernek nem csak a járvány természetére kell odafigyelni, és nem csak a járatos, hanem a járványügyi és gazdasági tevékenység, ezt összhangban kell értékelni és alakítani, na hát ehhez érteni kell. Ehhez nem fog érteni a kutya kozmetikus, tudod? Értettem. Mennyire igaz az egyébként, hogy már a szemorvoskat is bevonták egyébként a vírus elleni védekezésbe, a frontvonalba, orrfürdőrészeket, medikusokat, rezidenseket, sőt már az egyetemi hallgatók is aktiválták. Igen, persze, igaz. Tényleg szépen a helyzet, miért ne vonták volna be? Mindenkire szükség van. Ez nagyon komoly szervezés. Ez nem úgy néz ki, hogy ez egy szervezetlen, kapkodós formula, egy komoly szervezésnek az eredménye. Mindenkit oda, ahol képes ellátni egy bizonyos feladatot, mert feladatokat kell ellátni. Azt, hogy a szemorvosokat is beolvolhatja, akár az első segélynyújtótól mindenkit be lehet vonni ezen, azon a területen. Azért a szemorvosok, azok ugyanolyan orvosok, mint amilyen én vagyok. Nincsen közöttünk nagy különbség, mert tulajdonképpen nem is annyira a szakmai alapképzettség a számít, itt egy komplex ellátásról van szó, és azt csinálom, amihez értek, mert aki aminek nem mestere hókja, az annak természetes dolog. Mellesleg érdekes gondolatot vetettél fel azzal, hogy a személyzeteket. Emlékszem még akkor, amikor fiatal voltam, mert én is voltam fiatal egyébként, a Semmelweis kórházban a kórházi főügyeletes egy szemész főorvos volt a Semmelweisben. Lehet, hogy Lórika bácsi volt, igen. De még lehet, hogy még előtte volt ez, mert én már túl régen voltam fiatal. Kérlek szépen, szenzációs, hogy milyen jól értette a dolgát. Mint kórházi ügyeletes, szemész. Szenzációs. Nem az kell hozzá, hogy tudja, hogy a szemlencse el szokott szürkülni. Ott egészen más kell. Az orvosnak a feje kell. Az orvosok az helyekkel, és sok minden együtt kell ahhoz a szemét. Nincs olyan orvos, aki ne lenne alkalmas arra, hogy orvosi feladatokat lásson el a maga képzettségének, lelki, erkölcsi, szakmai képzettségének megfelelően. Mindent, tényleg szépen annak idején, mi ki mire alkalmas, csak húzzuk az időt, nem számít. Neked nem számít, mert úgyis rájössz estig, én még jobban. Annak idején szereztem egy nagyon remek kis
alkalmatlan, katonai alkalmatlansági bizonyítvány. Nem szereztem, hát könnyen volt. Aki engem ismer, a 900 ember, aki az ismerésén mind ismer személyesen is, könnyű volt szerezni alkalmatlansági bizonyítványt, és erre nagyon büszke voltam. Szép fénykép volt benne, és azt tetszett benne a legjobban. Kérlek szépen. És akkor éltem, mint Marcia Hevesen, a 3 éves hadiadót befizettem, tudod, annak idején, hogy ment még ez a dolog, és akkor aztán elmentem az egyetemre, és egyszer csak jött a kiegészítő parancsnokságra a felszólítás, hogy nem titok ez, hogy jelenjek meg a kiek parancsnokságon, szolgálati ügyben. Hát én gondolkodtam rajta, ez már itt volt Miskolcon, aranyos emberek voltak, név szerint is emlékszem rájuk. Vezérkarba hívtak. Tessék? Vezérkarba hívtak. A vezérkarba. Oda, aki tudott, hogy a búzatér mögött volt a kiegészítőbe. És akkor maradt az őrök, hogy katona, húzza ki magát, mondták nekem, hogy katona, húzza ki magam. Hát én, ha nagyon akartam volna, akkor se tudtam volna magam kihúzni, hát a maga módján, ügyem, oda menjen, húzgasson. Hát, tettük a dolgokat. Kedves dolog, ez így emlék meg, mert különösen akkor meglepő volt. És aztán a parancsnok vagy valakivel jártam, és mondtam neki, hogy nekem van egy nagyon remek kis alkalmatlansági igazolványom. Azt mondta nekem, és ez nagyon lényeges, alkalmatlan orvos nincs. Tudod? Ez arra válasz, amit mondtál. Nincs a szemész alkalmatlan. Tessék? Ezt értettem, értettem, mindenki értette. Mindenki értette? Nincs. Mindenki értette. Az orvos meg tudja azt, hogy ő mire alkalmas, ne higgye azt, a népírtás vízióját rebesgető ember, hogy mi nem tudjuk, hogy mit csinálunk személy szerint, és hogy mi nem tudjuk, hogy mit csinálunk szervezetileg, a maga az egészségügy. Nagyon komoly szakma ez. Szervezetileg is, szerkezetileg is, és az egyes egyének is jó minőségű. Hát képzeld már el, azért mégis keményen iskolázott emberek. Hogyha az embernek szinte az iskolázottság olyan mértékű, hogy szinte ez már a erkölcsi értékét is fejleszti, nemesíti az embernek. Hát azért ne tételezzük már fel az egészségügyről azt, amit úgy általában hangoztatnak ezek az úgynevezett hangadók. De aztán folytassam tovább a katonai zémet, nagyon jó. Mondja, minden érdekel. Jól van, akkor ezt neked mondom majd. És aztán teltek, múltak az évek. Végeztem az orvosi. Egyszer csak jött a KK-ban, egy felszólítás, hogy ekkor és akkor jelenjek meg a KK-ban, a Központi Katonai Kórházban. Hát sorálkoztam rajta, hogy hogyan sorálva, hát én a hematológiára jelentkeztem holland professzornőhöz, nem a Központi Katonai Kórházban, írtam is nekik, hogy valami félreértés történhetett, én nem így akartam jönni. Aztán hát azt mondták, hogy nem, semmiféle félreértés nem törődött, ekkor és ekkor jelenjek meg, mit tudom, 3 napig hideg élelemben, mit tudom én, micsodával, a Központi Katonai Kórházban. Még előtte néhány nappal valaki fel is hívott telefonon, hogyha véletlenül nem venném ezt komolyan, akkor elővezetnek. Aztán fel is mentem a KK-ba, besoroltam ott a többiekkel együtt, tudod, kellemes hónapokat töltöttem ott, kedves volt, sokat tanultam szakmailag is, és beleláttam egy másik világba, ami nekem nagyon tetszett, és mindmáig tetszik a legnagyobb szak, egy bizonyos szakterületen remekül kérdez szakemberekkel találkoztam, akikkel sokat tanultam. Szóval végigcsináltam. Tudod, hogy nézek én ki, hogy mennyire vagyok én
Katona, sehogy se vagyok katona, orvos vagyok, sakét látom el, nem katonaként látom el én az én munkámat, hanem úgy látom, mert más kérdés az, hogy úgy néz ki, most mondom, ez majd kivágod, azért próbáld meg kivágni. Hát, itt nem lehet, ez a cím, hogy vágatlanul. Akkor már nem mondom tovább, Miklós bácsit volt régi, öreg, politika csináló emberke, kérem szépen, nem egyedett a világunk, az ideológiai világunk szerette vivarni. A halálos ágyához oda hívott engem, szerettel emlékszem a kis öreg, sokkal öregebb volt, mint lehet, hogy azért volt azért annyira szimpatikus. És azt mondja, Misikém, tudod, én benned azt szerettem, hogy te olyan katonás vagy. Hát mondom, Miklós bácsi, ne mondjál már ilyet. Hát én, nézd már rám. És azt mondja, nem az jelenti azt. Itt a fegyelemnél lyukadtunk ki, hogy mire alkalmas egy ember, mindenre alkalmas egy ember. Ő tudja elsősorban, hogy mire alkalmas. Azt vállalja fel, amire tudja, hogy alkalmas. Főorvos, elárultál most egy katonai titkot, hogy legalább 1000 ember élvezi a bizalmadat egyébként. 6000 pacienset? 6000, akkor még inkább gratulálok. Most hogyan élted meg ezt a 6000 embernek az ellátását, folyamatos szemmeltartását, folyamatos vizsgálatát? Okozott-e valami nehézséget neked számodra az elmúlt egy évben ez? Nem okozott semmilyen, nekem nem. Nekem is van egy egészségügyem, van egy hivatali egészségügy, és kettőt egyeztették el, van egy izoláltság, és van egy homogenizálás. Szóval nekem nem okozott problémát. A telefon szólhatott éjjel-nappal, ünnepnap, hétköznap, most is szól, ki is próbálhatott. Máskor is, nem is titok, nem fölöslegesen szinte senki sem zargatott, nem azt, hogy szinte senki sem, hanem senki sem. Legfőjebb azokat lehetett volna egyszerűbb hívásoknak, vagy mondjuk a fölösleges hívásnak kerül, amikor aggodalmat kellett elosztani, az aggodalmat meg el kell osztani. Az aggodalom elosztása azért a munkánknak egy része. Természetesen a fölösleges aggodalom elosztása, meg különösen, ami meg most halmozódik a jelen körülmények között. Privát rendelésed is van? Van privát rendelésed is? Privát. Mi? Van, igen. Hát, no jó, hát itt azért abban van egy kis katonai titok, mint ahogy mondtad. A igazi katonai titkokat azért őrizzük magunkban. Én is, még neked sem mondom, tudod. Ez a katonai titok, az katonai titok. Nem? De megvan annak a története is, élek szépen. Az a privát rendelés az körülbelül olyan, mint én magam vagyok. Nekem nincs privát. Nekem az állami egészségügy, az egészségügy, és az állami egészségügynek kell arculat meghatározónak lenni. És annyi legyen legalább annyira legyen egy egészségügy, állami egészségügy, amennyi pénz van rá. Mert pénzkérdéshez, hogyha mégis magánosítasz, az kettő szél szolgálhatja az egzisztenciális biztonságot az egészségügyi dolgozók számára, és szolgálhatja az állami költségek tehermentesítését is. Szóval van egy privát rendelésem is. Ezen a privát rendelésen ennek van egy rendje. Nem is az enyém ez a BT. Privát rendelés. Van nekem egy BT-m, a BT-nek köteleztek annak idején még, akkor, amikor ez a divat bejött, mert még az ügyeleti szolgálatunkat is csak BT-re lehet elszámolni. És ebből alakult ki, és az a dolog lényege, a kérdésed nagyon jó volt. Csak tudnám, hogy mit akarnak föntről. A privát egészségügyet kiépíteni úgy, hogy az valóban nívóban is olyan, mint az egészségügy, és pénzben is hozzáférhetőbb legyen,
a lakosság számára. Ez egy nagyon fontos dolog. Ennek lehet egy kidolgozott rendszere, de ahhoz tudni kell, hogy mit akarunk csinálni. Tudod? Így ilyen forma, és valójában én magam ezzel a rendeléssel is a várakozó álláspontra helyezkedem, mert hogyha szóból kijött, akkor már mégiscsak említsük meg, és ez nem katonai titok. Annak idején mondtam a társadalombiztosítási igazgatóságnak, akkor még úgy nevezték, neve változott jellege, nem is ráta sem, hogy adjatok egy lehetőséget itt Miskolcon, hogy csináljunk egy rendelőt, endokrin anyagcsere diabétes szakrendelőt, úgy állami egészségügyi rendelőt, úgy, ahogy az minden egyetemi városban van. Hát azt mondták, hogy hát nincs rá pénz. Hát ez pénzkérdés. Valójában lehet, hogy pénzkérdés is csak, de ha már egységes lenne a szakmai koncepció, mondjuk az én szakterületemen, amihez értek és amit átlátok is, én alapítottam a profilt 1980-ban, kér szépen, legalább szakmai koncepció lenne, nem olyan koncepció, hogy máról hónapra, hanem perspektívikus, nem az, hogy megalapítjuk, és aztán összeomlik az egész. Kell egy támogatottság, de ahhoz kell egy stabil szervezeti rendszer is. Egyelőre nem baj az, hogy nem alakult ki, mert hiszen így, hogy képlékeny az egészségügy, mert most képlékeny, egy óriási feszültséget csináltak, azzal, hogy emelték a fizetést, az egy nagyon jó mozdulat volt, amit már régen kellett volna csinálni, még azelőtt még a jogászoknak megemelték a fizetését. Így viszont az orvosok egy részét valóban megemelték, fizetését megemelték részletekben, azt mondom részletekben, mert nem szakad a jó rét rögtön az orvos nyakába, vagy az egészségügyi dolgozó nyakába, de az orvosoknak legalább a egyharmada kiszorult ebből teljesen, egyszerűen nem részesül számára, teljesen mindegy, hogy emeltek-e, vagy nem emeltek. Bocsánat, ez lett volna fakultatív kérdésem, hogy mind a nyugdíjállományban lévő orvosokat is érint az emelés? Nem, ez pont itt szorul ki, és ez úgy nagyon elmosódott határa van az egésznek. Valószínű sok jó szándék van abban, hogy bevonni mindenkit az egészségügy és az egészségügy egészét. Nem csak az állami egészségügy, hanem a magánegészségügyben dolgozok, mert az is ugyanaz az orvos, ő oda sorgódott, ott van, ott kell ellátni a feladatát, nem az meg oda sorgódott, ott kell ellátni. Az orvos mindegy, hogy milyen területen tevékenykedik, ennek úgy, ami a nyugállomány. A nyugállománynak olyannak, hogy mit a gépeket most elmegy nyugdíjba, az egy dolog. De egy orvos nem megy el nyugdíjba, amíg nem esik össze. És ezt ez nem öncélú érdek, ez csak az öreg orvos tudja, hogy mi is hagyja, az hagyja, ami egész életében hajtotta. Nem megy nyugal, nincs nyugállományú orvos. Megbecsülés tekintetében pedig különösen nincs nyugállományú orvos. Nem? Jól mondom? Így van, a hivatástudat, egyszerre érteti a hivatástudat, meg én is úgy vagyok vele a mi szakmánkban is, hogy addig él az ember, amit dolgozhat. Hát addig, tudod, az az igen. Szárazon a puskaport. Ez egy lényeges dolog. Nagyon lényeges dolog. Egy éles, egy él magától is értelenni eltompul, de ha a tompa él, nem fog kiélesedni magát sohasem. Szóval maradj formában, amennyire csak lehet. Fizikai és szellemi, ez a kettő, ugyanúgy gyere velem biciklizni. Akartam ezt kérdezni, de arra ugye előtte megint egy fakultatív kérdést tennék fel. Paraszolvencia. Mi jut eszedbe erről? Mi a véleményed erről? Tudod, nevezzük, ahogy akarjuk. Ahogy is, ennek te nem vagy hajlandó elfogadni. Én nem fogadok, nem. Ez nem azt jelenti, tudod, hogy nekem etalonnak kell lenni, nem. Én azt tudom mondani, hogy ilyen etalon ne legyen. Hát, ha valaki éhen akar tögleni, hát akkor
Istenem, akkor kövessen engem az utamon, akkor oda jut, ahol én vagyok most, de én nem bánom, nekem ez így jó. Nem fogadom el, azért, mert itt van most ez a 1000-valahány orvos paraszolvencia ellen. Hát pontosan ezeknek az orvosoknak emeletes lakásuk van, két kocsiuk, meg a satöbbi. Na hát legyen. Ez az ő dolguk. Mindenki megteremti a maga egzisztenciáját, családi egzisztenciáját, ahogy csak tudja, és az az ő magánügye. Kérlek szépen, ezek az emberek nem azok az emberek, akik én vagyok. Ezt a paraszolvencia kérdést nem erről az oldalról kell megközelíteni. Itt egy lépés lett volna az a fizetésrendezés, de azt hiszem, hogy ez egy csepp a tengerben, hogyha ezt a kérdést akarjuk megoldani. A paraszolvenciának a szabályszerűsége megmarad az, ami régen volt, mert nem lehet elfogadni paraszolvenciát. Elkezdik szabályozgatni, hogy de 7000 forintig, 8000 forintig, ez nekem idegen világ. A paraszolvencia úgy, abban az értelemben, hogy paraszolvenciának ma nevezik, az pejoratív dolog. A hála az már egy, lehet, hogy kicsit átfed, még az is lehet, hogy ugyanarról van szó, de az mégiscsak az emberi lelki-erkölcsi kapcsolat minőségét jelenti már. A paraszolvencia az nem, az adok-veszek, az egy ilyen kereskedelmi alapú megnyilvánulás, kapcsolati rendszer, de nem ez. A hálapénz az már egy más. Hát most már a hálapénz is egy kalap alá megy, azt se lehet elfogadni azoknak, az orvosoknak, akik aláírták a fizetésemelést és a kirendelhetőséget. Kérlek szépen, de akik nem írták alá, mert alá sem írhatták, beszélek az orvostársamnak arról az egyharmadáról, amelyik labdába sem rúghat, hogy úgy mondjam, azokra is vonatkozik. Ugyanúgy, mint azokra is vonatkozik. Most ezt ők oldják meg, mindenki saját maga megoldja, és bízunk abban, mert állati rendesek a kollégáim, de én nem ismerek rossz orvost. Én nekem már mondjuk rá lehetséges, hát ha rossz orvos semmiképpen sem, ismerek embereket, akik rendkívüli dolgokra képesek, ahogy az élet minden területén, a mi szakmány területén is rendkívül, és van, aki meg keves. Azt mondta a régi főnököm, hogy Misi, arra a szamára rakok, amelyik bírja. Hát nem minden szamár egyformán bírja. Kérlek szépen, és akkor vannak ilyenek, de én lehetséges, juttattam eszembe, mert a régi kínai mondás beszélgetés előzi a sötétséget. Lehetséges, hogy én ezt a kérdést, amit felvetettél az emberi minőséget az orvos közösségben, lehet, hogy én furcsán és nagyon puritán módon közelítem meg, úgy, mint a csángó ember, tudod? Hát, nem dobjuk ki, jó lesz még az valamire. Hát, ha nem lesz jó, megeszik a disznók. Szóval gazdálkodunk egymással, felismerjük egymást, és bízom a lakosságban, hogy mi egymás között is felismerjük, hogy ki hová való, ki mire képes. És hogyha valakinek közöttünk is a szakmában szüksége van segítsége, és hát nekem is van, mindannyiunk van, mi team munkában dolgozunk. Összerakjuk, és sosem egy orvos gyógyít, hanem az orvosok gyógyítanak, tudod? Mert nem lehet, képtelen vagyok én kardiológus lenni, hát úgy elszágultott mellettem a kardiológia, kell szépen, mint ősz a gólyák. Hát annak idején az egész életemet az intenzív betegellátásban töltöttem, beleértve a kardiológiát és az öngyilkosokat egyaránt, kell szépen, de elég ahhoz 2-3 év, és lemaradjak, mint a borra való a paraszolvenciától. Elárultad, hogy hogyan tartod karban a fizikai és a szellemi kondíciódat, hogy kerékpározol, meg is hívtál kerékpározni az előbb. Tényleg azzal is jársz be a munkahelyre?
A munkahelyre nem járhatok, meg gondoltam rá, olyan előfordult, és sokszor előfordult, amikor fiatalabb voltam, hogy fogtam magam gyalog. Ha nem volt időm arra, hogy kicsit mozogjak, akkor gyalog mentem be, gyalog jöttem vissza, 10 kilométer jelentett naponta, semmit se jelentett, csak egy kis időveszteséget. De ha nem volt egész napom arra, hogy mozogjak, akkor ezt tettem kerékpárral. Egy munkahelyre, a mi munkahelyünkre egyszerűen nem lehet bejárni. Sokan csinálják ezt, kell szépen a rendszerét, lehet, hogy ki is lehetne dolgozni, ha szükség lenne egyáltalán rá, de annyira jó a közlekedés, akár a magán közlekedés, akár a közösségi közlekedés is, hogy nincs szükség rá. De a kerékpárokat, egy valamire csatlakán kerékpár még csak betol, és a kapu előtt abban a bicikli szépen rámába berakja, és megpróbálja egy ilyen óralakattal lezárni, amit úgy vissza kell, hogy akarnak, szóval így nem lehet. Az osztályra nem viheted be, a épületbe, oda kerékpárt nem vihetnél be, ahol betegellátás vagyok. Ez teljesen természetes, mint ahogy élővirágot sem lehet bevinni, mert nyilvánvaló, hogy ez mindenképpen a betegség forrása lehet. Kérdésképpen nem megoldott, és lehet, hogy nem is oldható meg, és lehet, hogy nincs is rá szükség. Próbálgattam én azt, hogy kerékpárral járogattam be. Ilyen szépen volt egy olyan időszak, hát az meg a régi időszak volt. Az én életemben akkor már orvos voltam, amikor inkább elmentem 3 busz megállót gyalog, mert elég szegényes volt a világ, az is számított, az a busz egy ára is számított, nagyon régen volt már ez. Na akkor számított volna a kerékpár, akkor lett volna nagy haszna, ma már nincs rá szükség. Olvastam rólad, hogy természetfotózással is foglalkozol. Ez a hobbim. Nem, a hobbim a szakmám. A természetfotózás pedig? A helyzet az, hogy a fotózás, jaj. Ez egy önéletrajz. Kérj szépen, engem a szolnoki festőiskolán tanítottak. Aha. A képalkotás ott kezdődött. Emlékszem vissza a kedves tanáraimra, művész tanáraimra, Baranyos Anyi bácsira, osztálytársaimra. Egy kedves világot ranyírta a kapusra. És aztán a képalkotó, ez kezdettől fogva megvolt bennem ez a képalkotási vágy. Ez a beszédek egy formája, a kifejezések egy formája, ahogy a zene is, a művészet is az. Aztán fotóztam, diáztam, körülbelül 2000-től filmezek. 2000-től már nemzeti, majd nemzetközi fesztiválokon is szerepelek, díjas filmjeim vannak rakásra, a neten is. Szeretek. Nyilvános kiállításon nem volt még ilyen a képeid? Képe nem annyira fotózom, mint ahogy filmezek. Hát fotóm is van több ezer, de valójában a kép az áll. A képben is benne az élet. Mivel filmezel? VHS-re, vagy milyen technikával? Kérlek szépen, 4K-s kamera az, amivel most filmezek. Ez egy, nem csak, hogy elfogadható, hanem jó minőségnek is számít. Kérlek szépen, és azért mondjuk rá, ebben az esetben nem kismiskának számítok, hanem Nagymiskának, de azért vagyok Nagymiska, és kicsit itt az ázsiómat hadd neveljem, azért mégiscsak Szabados Tamás bácsiék, Juhász Árpád bácsiék, Kollányi Kusztikájék, Fiars Anyikájék, Kisvitraiék az én tanítómestereim, tudod? Aha. Úgyhogy én nem légből kapom, én egy nemes kollektívának a tagja vagyok, a másfél millió lépés Magyarország. Ismerted ezt a helyzetet? Persze. Annak a társaságnak és örök. Tulajdonképpen ez nem egy hobbi nekem, hanem egy másik család.
szellemben is másik család. Van olyan filmed egyébként, amit itt megoszthatunk majd a Szentográfon? Van olyan film? Van nekem egy, hát körülbelül egy 80 filmem van, de a neten is rajta van, ha kíváncsi vagy rá. Oké, megmondod, segítesz nekem eligazodni, hogy melyekre vagy a legbüszkébb, és azokat mind föltenném a Szentográfra. Tudod, az a helyzet, hogy melyik vagyok a legbüszkébb, melyikre vagyok a legbüszkébb, hogy embert egyszer megkérdezték, hogy melyik gyereket szereti a legjobban az öt közül. Hát azt mondja, mindegyiket. Hát én is úgy vagyok ezzel, de mondjuk rá, a legbüszkébb talán, ha azt mondom, hogy büszke, akkor lehetséges, hogy a Gigászok küzdelme, mert abban nem csak a filmtechnikai dolgok vannak benne, hanem egy kicsit talán pszichológia is. Miről szól, hogy kicsit felcsirázzuk az olvasókat, vagy a nézőket? De hát a néző elalszik, olyan sokat beszélünk, az nem baj, mert én beszélek, mert tudod, nagyon jó. Majd felébrednek. Ez a film arról szól, hogy abban az idején én benne voltam ebben a bizottságban, ahol a városi nagydíjakat odaítéltük. Igen. Biztos tudsz róla erről a bizottságról, most is létezik, igen, csak már én nem vagyok benne. És akkor volt Miskolc város napja, ez május 11-e volt, úgy emlékszem, és a színházban volt az a megemlékezési díjkiosztás. A díjkiosztás után hát mondta a Ákoska kollégám, hogy gyere el a vacsorára délután. Mondom, nem megyek a vacsorára, mert megyek ki a bűnbe, filmezni akarok. A My Way-hez, ismered a My Way-t, nem? Igen, igen. Ahhoz akartam ilyen szomorkás hangulatú képanyagot gyűjteni, és akkor este 7:30 volt, hát este 7:30 május éremben nincs sötét, egyszer csak korom sötét lett, kérlek szépen, szinte 5 perc alatt, és egy iszonyatos felhőszakadás zúdult rám. Menekülni sem tudtam. És akkor, hát résen kellett lennem, alkalmazkodtam mindig, de mindegy, hajnal 4-kor addig vert. Ez az idő, elbújni sem tudtam. Hajnal 4-kor jutottam ki, végül is a rengetegből a középbérsznél. Azt tudod, a középbérsznél jön a Lustavölgyön, már egy jó járható út. És akkor ezt filmesítettem meg. Ez a film, a Gigászok küzdelme erről szólt. Tulajdonképpen mi is a mondani valója. Azért nézd meg, hogy tudjam neked mondani ezzel a filmmel, hogy mondtam, ember küzdj, és bízva bízzál. A következő lépés nézd mindig. Ne a perspektívát. A perspektíva nem mindig nyújt sokat. Vagy semmit sem. A következő lépés mindig a következő. És akkor megfogod oldani. Akkor van perspektívás, ha van következő lépések. Talán ez a pszichológiai mondani valója. És még a csoda tudja, hogy mi. Mindenki mást olvas ki belőle, mindenki megtalálja magát, maga találja meg a saját, ami a saját épülésére. Fontos, mert arra törekszünk, most is arra törekszünk, a beszélgetésünk is arra megy, építsünk, hasunk nemesen a környezetre. Érted? Főorvos úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Számomra egy élmény volt. Hát, már még beszélgetünk ma. Az kevés, hogy meglátlak ott a Erzsébet téren, itt ott tömött, az unokám egyet, azért csak néz rá, hogy kis az a bácsi, ez kevés ahhoz, tudod. De hál' Istennek azért egymás közelében vagyunk, egymás fejébe bele kell látnunk, és egymás lelkébe is bele kell látni, mert ne feledd el, azért együtt alakítjuk mi a közösséget. Mert ha mi nem, akkor ki. Így van. Megismétlem, hogy miután még inkább büszke vagyok, hogy az olvasóim között tartalak számon.
Miután már kiderült, hogy néhány Ne. mert olvastad, úgyhogy úgy büszke vagyok nagyon rád, hogy De azon gondolkodtam, hogy ilyen megjelent alapszúrió. oda a könyveidet olvasva. Itt vagy még? Itt vagyok, és hogy ilyen olvasóim vannak. A könyveid, kérek szépen, az egy óriási teljesítmény egy olvasni tudó, mert az is kell, türelmes embernek, hogy a te összes műveidet átolvassa. Hát igen. Szóval az egy, amit összesen, az igen, hát. És ez mindenképpen, amit lefektettél, mint hogy minden íróköltő lefektet valamit, kérek szépen, amit, az egy üzenet, talán nem is a mának, hanem valakinek. Valaki beleboglik, valaki megtalálja benne ezt, azt, amazt, és mindenki úgy szemezget belőle. Ezek olyan dolgok, és alakítja magát, alakítja belőle, ezek a messzecsek építik. Na, hát, mit is nem. És akkor sokkal, én is írtam tőle, ismeres Serfőző Simont? Ismerem, igen. Barátom és iskoltársam volt réges-régen a szolnoki versenyben, szívesen emlékszem rájuk. Az a baj, hogy megöregszetek, az nem baj, hogy én annak az a rendje, de hogy ti is megöregszetek, az a sajnálatos dolog. Köszönöm, elköszöntem, szervusz! Szervusz, szervusz István!